szeretettel és tisztelettel köszöntünk benneteket itt a dr. Halmos Béla emlékére megrendezett 21. Méta Fesztiválon, gyermek és ifjúsági néptánccsoportok koreográfia versenye, futó méta bajnokság, pünkötő király és királynő választás is egyben, mely Balaton-Bográd város kiemelt rendezvénye. Én Antal Ágnes vagyok, a Helyi Érték Egyesület egyik önkéntese. A fesztivál főszervezője, a Helyi Érték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete, és ez a fesztivál... Tisztelettel felkérem Mészáros Miklós Balaton-Bográd város polgármesterét, hogy nyissa meg a 21. Méta Fesztivált. Köszönöm szépen a szót. Én is nagy szeretettel kívánok mindenkinek szép napokat itt Bográron, és szeretettel köszöntök mindenkit a város nevében is. Köszöntöm a táncos fiatalokat legelőször is, a felkészítő pedagógusokat, kísérőiket, a zenekart, a zenekarokat, a szervezőket és minden kedves vendégünket, kiemelten a zsűri tagjait is. Akkor Méta Fesztivál Bográron, ez most már így 21 éve így van, ráadásul idén még egy ünnepel együtt ünnepelünk, a város 806. születésnapját is pont most pünköskor ünnepeljük, úgyhogy még ez is dob egy picit ezen a mai történeten. A 21 év alatt sok ezer és ezer gyereket hoztak el Boglárra. Ekkor jutott eszembe, hogy van erről nekünk egy szlogenünk is, nem most találták ki, hanem még jóval 100 évvel ezelőtt Bécsben volt egy boglári fürdőegyet, és ott találták ki már akkor marketinggel foglalkozó régiek, hogy aki a gyerekeket szereti, Balatonboglára hozza őket. Kicsérem a tücséjéket, biztos nagyon szeretik a gyerekeket, mert hogy ennyi ezer gyereket elhoztak Boglára, úgyhogy egy nagy tapsa a szervezőknek. Nyilván meg sem tudjuk mondani, hogy a 21 év alatt hányan voltak itt, de nekünk ez a legjobb város marketing, hiszen azok a gyerekek, akik egyszer már itt voltak, jól érzik magukat Bogláron, talán rábeszélik a szüleiket, hogy jöjjenek el egyet nyaralni is. Én a mai napra, holnapi napra örömöt kívánok, azt hiszem ez a legfontosabb, az együttlét örömét, a zene és a tánc örömét. Legyenek boldogok Bogláron, köszönöm, hogy meghallgattak. Szépen, hétfőn majd ezért fog ismét folytatódni a verseny, akkor lesz majd a pünkösdi király és királynő választásunk. Most pedig a színpadra hívom Szalai Tündét Tücsit, a Méta Fesztivál főszervezőit, háziasszonyát, valamint Tintér Gabriellát, 2014-es Páva díjas népdalénekes. Szép napot kívánok mindenkinek, kivel még nem találkoztam volna, én vagyok a Tücsi. Az az én tisztem, hogy vannak azok, akik már fizikailag nincsenek velünk, de tudjuk, hogy itt vannak velünk. Mind a megyében, mind az országban voltak olyan nemes emberek, akik a fesztivál kezdetét is és magát a fesztivált is hosszú éveken át támogatták. A fesztiválunk is Béla bácsi nevét vette fel, mióta ő nincs itt fizikálisan, és csak egy...
csizmátok, ha nem is szakadt el, de három kalapot itt hagytatok. Dr. Halmos Béla, Nagy Zoltán József, és a Balla Zoli emlékére a Tinti énekel most ennyit. Nagyobbak, ők már 10 és 14 év közötti gyermekek. Önkéntes dolgozik a fesztivál megvalósításában. Tegnap kék pólóba voltak, ma is egy-kettő. Aki nincs kék póló, az azért nem vette fel, hogy megismeritek-e tegnap óta. Tehát, hogy ez egy társas játék. Aki több önkéntest fel tud ismerni, az díjat kap holnap. Egy nagy taps az önkénteseknek. Három és! Ez, igen, vannak újak. Tehát, hogy ez egy fesztivál védett tulajdonságunk, az egy nagy taps. Ugye nem húzzuk vele az időt, és mégis hatékony. Háromra egyet tapsolunk. Három és... Köszönöm szépen! Megengedjék meg, hogy bemutassam azokat, akiket vártunk ma rettenetesen nagy izgalommal, ők a zsűri. Fehér Erika, néptáncpedagógus, koreográfus, népművészeti főmester. Gál Dobos Beáta, etnográfus, népművészeti főmester, örökös, aranygyöngyös táncos. Tintér Gabriella, angyal hangú lány, beáncáló, közönséges, szép, junior, prímadíjas, népdalénekes, népzenész, néptanára, népművészet, ifjú mesterel, 2014 évi felszállott a pálya egyik győztese. A szakmai és úri kiváló, gyönyörű, szép férfi tagja, Taba Csaba, néptáncpedagógus, koreográfus, népművészet, ifjú mestere. Másik fontos szereplője a zsűrinknek a társadalmi zsűri. Ők mindig az egyesülettel kapcsolatban lévő, szakmai barátságban lévő. Azt kell róluk tudni, hogy szeretik a néptáncot, tisztelik, de nem értenek hozzá nagyon. Ők a közönség. Bocs, mert ők meg kettő azt mondta táncolt is, de ezt most ne felejtsük el. Jó. Tehát társadalmi zsűri tagjai. Garabás Titanilla, az Élmény Akadémia Egyesület koordinátora, ifjúságsegítő. Puszti Boglárka, Egerváros ifjúsági referense. Somogyvári Béla, Béla díjas vállalkozó, Béla bácsi díjas vállalkozó, az Egyesületünk tagja. Akik nélkül nem valósulhat meg, ők a zenekar. Salamon Beáta, Ima, Salamon Beáta, ő az, a Beja. Bohár Zoltán, Bobár Zoltán, Bobi, itt ott, gyönyörűség. Csávás Attila, fúvos hangszereken, hopp, mikrofonnal. Magas Réti Pál, Nagy Bőgő.
Sporteleki Zoltán cimbalom, és akit én nagyon megfenyegettem tegnap előtte. Hogy hívnak? Vavrinec András. Lesz az, aki önöknek nektek az egész koreográfia verseny konferálni fogja, nagyon izgalmas, érdekes dolgokat fog mondani. Ő nem más, mint Strack Orsolya, örökös, aranygyöngyös táncos, a népművészet ifjú mestere, a barátnőm. Fogadják sok szeretettel. Kívánok jó versenyzést, hajrá! Szeretettel köszöntök mindenkit, 21. alkalommal vagyunk itt, úgyhogy biztosan sokan tudják kívülről, de azért én elmondom a verseny szabályzatát. Amiért ez a kedvenc fesztiválom az az, hogy ez a fesztivál egyedülállóan anonim. Tehát a zsűri sem és a közönség sem tudja, hogy kik táncolnak, honnan érkeztek. Én mindig csak a koreográfiák címét fogom elmondani, és esetleg a tájegységet, ahonnan a táncok valók. A zsűri... Összesen 123 pont. Szeretném elmondani, hogy a nagyon jó fotós standjánál frissen készült képek megvásárolhatóak, méghozzá... a délutáni program. Mindenkinek nagyon jó ebédelést és nagyon jó kávézást kívánunk, fényképvásárlást és levegőzést. Köszönjük szépen az eddigi figyelmet is! Megyünk fényképezni! Teljes felfrissüléssel Balatonból megérkeztek, csodálatos barátnőm Strack Orsolya átveszi a szót. Hány időt kérünk, pillanat hangon? Időt kérnek. Addig táncolj, Orsi. Szemben a nagyon jó fotós standjánál meg lehet vásárolni azt a produkcióként közel 200 képet, amit készítenek. Yeah.
azokat vigyék el a színpadról, és közben kérem szépen a zsűrit, hogy a színpadi megjelenés pontszámait mutassák meg nekünk. Wow! 10 perces kávészünetet, az eddigi csoportok olyan gyorsan táncoltak, hogy előrébb vagyunk, mint a műsor sorrend. És a következők még nem érkeztek meg, mert ők időre jönnek pontosan. Jó, úgyhogy egy 10 perc, és fogadjatok el tőlünk kávét, kedves zsűri. A közönség meg levegőzzön egy gyorsat, mert itt bent fogy az oxigén. A muzsikál a zenekar addig, komolyan. Nem kávézik a zenekar, muzsikálni szeretne addig. Nagyon jó fotókat lehet vásárolni saját magatokról. Érdemes meg... Thank you.
Izraelnek. Szintén csupa tízes. Na hát gratulálok, ilyen még ma nem volt. Összesen három koreográfia nevezett. Ők azok, akik vegyes korosztályúak, tehát egyikbe sem tudták besorolni magukat. Utolsó pontszámait szeretném elkérni erre a török koppányi koreográfiára. A színpadi megjelenésük csupa tízes. Nézzük a stílusukat. Nagyon gyönyörű nap áll mögöttünk.
És köszönjük szépen a figyelmet, akik végignézték ezt a sok-sok remek, ügyes, táncos gyereket. Köszönjük a Méta zenekarnak a kitartó, egésznapos muzsikálást. Igen. A szervezőknek mindent csodálatosan gondoskodtak mindenről. És akkor most jó étvágyat, 7:30-kor ugyanitt találkozunk. Sziasztok! Egy nagy taps az Orsinak a csodás koreografiálásnak a felfele konferálásáért, 3 és közérdekű információ, játsszuk azt,